karácsonyi történet bele van ágyazva a nagy politika nem igazán rokonszenves eseményeinek a szövevényébe, és így Lukács evangéliumának a tudósítása szerint egy nagy listázással, népszámlálással kezdődik a történet, birodalmi rendelet folytán össze kell számolni mindenkit, hogy az adó szempontjából és a hatalmon lévők nem teljesen tisztázott szándékainak a megvalósítása érdekében tudni lehessen, hogy ki mire használható, ki az, akit meg lehet adóztatni, vagy ki az, aki katonáskodhat, és így tovább. Tehát amikor a történet indul, akkor már is benne vagyunk a hétköznapi embert mindig is zavaró politikai manipulációnak a világában. És így értjük azokat a gondolatokat is, amikor a Biblia világosságról beszél, amely a sötétségben fénylik. Ezek János evangéliumának a bevezető gondolatai, és amikor arról szól, hogy az ilyen ünnepek alkalmával nem mi számítunk ajándékra, hanem megértjük, hogy mi jelenthetünk ajándékot a világ számára. A dolgokhoz való viszonyunkkal, a mában való jelenlétünkkel ajándékot jelenthetünk mások számára. Azok számára, akik a sötétségben várják a hajnalt, azok számára, akik borulátóan ítélik meg a jövőt, akik aggodalmaskodnak a holnap miatt, ha bennünk az Isten bátorságot és békességet munkálhat, akkor ez mások számára is sugározhat, mondjuk így konkrétan most karácsonyi örömet. Az evangéliumok kétféleképpen mondják el a karácsonyi történetet, vagy inkább azt mondanám, hogy két epizódot mondanak el. Maga az evangélium szó angyali üzenetet, örömüzenetet jelent, mert a Biblia szerint angyalok adták hírül Betlehem mezején a pásztoroknak, hogy született valaki, akire nem csak egy szorongatott kis nép, hanem a világ valamennyi békére vágyó embere benne a maga üdvözítőjét, segítőjét, megváltóját fogadhatja és szeretheti. Ez az egyik formája, az egyik epizódja a karácsonyi történetnek. A kisgyermek egy jászolban született meg, hiszen az említett népszámlálás miatt zsúfolt volt Júda legkisebb fejedelmi városa, Betlehem, és míg az apa alkalmas helyet keresgélt, rájött a szülési fájdalom, rátört Máriára, és ezért egy istállóban szülte meg a gyereket, ami skandalum volt akkor is, ezért lehetett jel, hiszen mindenki tudta, hogy csak valami rendkívüli ok miatt végszükség esetén vették igénybe ezt a megoldást a szülők. De azért mégis több üzenet van ebben a helyszínben, hiszen a Noé bárkájára is gondolunk, akkor ugyanezt a jelzést sejthetjük a bárka történetében is. Nem lehet úgy megmenekülni a világ nagy drámáiból, hogy az ember menti a saját bőrét, vagy a hozzá legközelebb álló családtagok életét, és nem is csak bizonyos emberek körére gondol, hanem abban, hogy az élővilág más lépcsőfokain álló teremtményeket is magához veszi, egy eleve egy olyan alkalmasságot tervez
Noé, amiben az állatok kedvelt és kevésbé rokonszenves állatok egyaránt ott vannak. Ez egyenes üzenet arról, hogy az egész világ vár sóvárogva azok megjelenésére, akik egy nagyobb egységben, egy nagyobb közösségben, és netán az egész Föld közösségében, az ojkümenében gondolkodnak, és hasonlóképpen Jézusnak az istállóban, a betlehemi istállóban való első látogatása, a születése alkalmával arról szól, hogy Isten az egész világot szerette. És ebben benne vannak azok az állatok is, amelyek szintén az ember gondoskodására utaltak már a Biblia első kötetében, a Tanákban vannak fontos törvények arról, hogy a szombat nekik is jár. Tehát az Isten egész világot átölelő szeretetének és az e szeretet elérhetőségének az üzenetét hordozza, hogy nincs méltatlan hely az Isten számára, hogyha segítséget, áldást, üdvözítőt akar nekünk küldeni. A másik történet, amelyben keletről jött diplomaták vagy mágusok próbálnak részesedni abból az örömüzenetből, hogy megszületett a proféciák hirdette király a Júda törzséből. Ott azt látjuk, hogy nincs az az emberi ügyetlenség, diplomáciai készség hiánya, amely semmissé tehet egy ilyen jelentős eseményt. Azért mondom ezt, mert a napkeleti bölcsek akár tudhatták is, hogy Heródes a hatalmára féltékeny, az elnyomó római hatóság kegyéből uralkodó király, vagy mondjuk egyszerűen úgy, aki nem eleve volt abban a méltó helyzetben, hogy elfoglalhatta Dávid trónját, örökké félt attól, hogy valaki megrövidíti tulajdon gyermekeit, és kész volt megületni. Olykor tapasztalunk ilyen feneketlen, hisztérikus félelmet és gyűlöletet hatalmon lévők felül, akik azt hiszik, hogy ők nem halandók, hogy az ő idejük nem jár le, és inkább eltakarítanak mindenkit az útból, csak azt hihessék, ha ideig, óráig is, hogy az ő hatalmuk végtelen és egyetemes. Heródes ilyen volt, és ezért, amikor a napkeleti bölcsek azzal állítottak be, hogy a született királyt keresik, akkor ő a nagyok kegyelméből, vagy a saját ügyes helyezkedése, pucskísérletei eredményeként a trónra kerülő személy úgy látta, hogy egy született király előtt nem állhat meg, és azt az egyszerű mintát követte, aminek szeridített formája ma a karaktergyilkosság, elpusztítjuk azt, aki veszélyes lehet a trónunkra. Hát ezek a napkeleti mágusok felbolygatták a kortárs tudósokat és a közéletet megjelenésükkel, és azt kell mondanunk megszégyenülten, hogy vajon miért csak az ő megjelenésük ébreszti fel Heródes környezetében a hangadó értelmiséget arra, hogy utána nézzenek. Vajon létezik-e ilyen fogalom, hogy született király? Létezik-e az, hogy valaki Isten kegyelméből az ő értékeihez igazodva tudja a nép sorsát irányítani, és tud számára, a nép számára világosságot közvetíteni? És bár ott volt Heródes, és akkor mindenki azt képzelte, hogy a hatalma végtelen, mégis megtört ez a mohó igyekezet egy kisgyereknek a megjelenésén, akiről a prófétai iratok egy része is, mint újszülöttről, mint gyermekről, és hatalmasok felett mégis diadalmaskodóról beszél. A gyerekeknek a dicsérete is benne van ebben a gondolatban is,
akikhez hasonlóvá kell lennünk, különben nem láthatjuk felnőtt gőgünkkel és hatalmi törekvéseinkkel nem láthatjuk az Isten országát. Olyanokká kell lennünk, mint a kisgyermekek, olyan tisztának, olyan nyitottnak, és annyi hittel arra, hogy a világ megváltozhat. Ha nem megváltoztatható, akkor viszont megváltható, és Istennek ez a megoldás is szíve szerint való.